Bukarestben a legnagyobb az átoltottsági ráta, a főváros lakóinak 31,2%-a már legalább az egyik dózist megkapta a koronavírus elleni vakcinából, derül ki az oltáskampányt koordináló országos bizottság adataiból. Erdély jobban áll, mint az ország többi része. Megyékre lebontott átoltottsági statisztikát tett közzé a koronavírus elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság. A május 4-i adatok szerint Bukarest vezet, ahol a lakosság 31,2%-a kapott már legalább egy adagnyi védőoltást. Második helyen Kolozs megy el, Kereken 28%-kal, majd Temes 22,5%-kal. Székelyföldön Maros megyében kapták meg eddig a legtöbben a koronavírus elleni oltást, a lakosság 17,7%-a, a megye az országos viszonylatban a 9. helyen áll, jócskán megelőzve Hargitát és Kovásznát. Hargita megyében 14,6%-os a mutató, országos viszonylatban csak a 25. helyre elég. Aggasztó a helyzet Kovászna megyében, amely 11,8%-os átoltottságával a sereghajtók közé tartozik. Eddig 5.493.913 oltásdózist használtak fel.